20 éve van a Kaptek szexhárdom, korábban más néven működött ez a vállalat, és az autóipari területen dolgozunk, kábel konfekcionálással foglalkozik a vállalat. Itt szexhárdon szinte kizárólag autóipari termékekkel foglalkozunk, és van egy másik gyártótelephelyünk Magyarországon, az a kecskeméti telephely, ott pedig ipari termékek gyártásával foglalkozik a cég. Magyarországon most már több mint 1000 dolgozónk van. Ez a két telephely a legfontosabb gyártóbázisa a vállalatnak, amely egyébként svájci cégközponttal rendelkezik. Egyre több vevőnk lett, egyre újabb vevőket nyertünk meg, úgy emelkedett a létszám is. Most itt a szexhárdi telephelyen közel 600 ember dolgozik. A társadalmi szerepvállalásnak már a vállalatunk esetében több éves múltja van. A vállalat vezetése úgy döntött, hogy az általunk megtermelt haszonból fordítsunk vissza azokra a területekre, ahol élünk, ahol dolgozunk, hiszen a helyi közösségekből merítjük a munkaerőnket, a helyi közösségből dolgoznak itt nálunk a kollégák, és pár évvel ezelőtt iskolai intézményeket támogattunk, és ebben az évben, illetve úgy döntöttünk a legutóbbi adományozás alkalmával, hogy az általunk erre célra szánt összeget iskolai, illetve óvodai intézményekre fordítsuk. Ezen belül a város volt az, aki eldöntötte, hogy konkrétan melyik legyen az az oktatási intézmény, aki leginkább rászorul, vagy leginkább olyan célokkal rendelkezik, ahol jól tudják hasznosítani ezt az összeget, tehát ezt a részt rájuk bíztuk, és nagyon örülünk, hogy jó helyre kerültek ezek az összegek. Egyik intézménynek kerékpárokat vásároltunk az óvodásoknak, illetve futóbicikliket, ez volt talán a legkomolyabb támogatás, amit adtunk az ő oldalukra, illetve apróbb dolgokat, amiket a pedagógusok fejlesztési célokra használtak fel. Egy vállalat nem létezhet a környezete nélkül, és mi ezzel a 600 dolgozóval, akikkel itt képviseljük magunkat Szexhárd városában, ez a térség egyik legnagyobb munkáltatójaként, felelősségünk van abban is, hogy a környezet, a társadalom milyen körülmények és feltételek között él. Mi csak egy picit tudunk ehhez hozzátenni, hiszen ez az 1 millió forint, ez csak egy csepp a tengerben, de hogyha ezzel el tudunk indítani egy olyan szokást, vagy egy olyan kezdeményezést, amit mások is követnek, vagy mások is példaértékűnek találnak, akkor a sok kicsi sokra megy alapon. Egy kicsit mindenki hozzátesz, akkor egy olyan városi környezet jön létre, és egy olyan közösség fejlődik, ahol mindenki azt érzi, hogy kapott valamit, és ezt fontosnak érezzük.